Szép napot, itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. Elérkezik március hava, így pedig elérkezik a márciusi horoszkóp ideje is. Ami márciusban nagyon fontos lesz, az egyrészt a Jupiter és az Uranus együttállása, hiszen egyre aktívabb ez a hatás, a Jupiter nagy tempóval közeledik az Uranus felé, épp ezért ezt a hónapot érdemes egyre aktívabban tölteni munka, adott esetben álláskeresés, ingatlan ügyletek, hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban, mert a szükségességi segítséget mindenhez megkapjátok, de az, hogy mennyit használtok föl ebből a hátszélből, az már rajtatok múlik. Ha változásra vágytok, akkor azt megkaphatjátok, de legyetek aktívak. Azt se felejtsétek el, hogy a nappalok egyre hosszabbak lesznek, ami egyértelmű jele annak, hogy közeledik a tavasz. A halak időszaka arra ösztökél minket, hogy figyelmesen hallgassunk a megérzéseinkre, emellett engedjük szabadon a bennünk bujkáló művészi ént. Március hava tele van misztikus és különleges eseményekkel, emellett most talán érdemes elmélyülni a jövő kutatásában is. A halak havában fontos cél lehet az, hogy jobban odafigyeljünk az élet nagy és jelentős összefüggéseire a materialista dolgok helyett. Most bárki képes hitelesen képviselni önmagát, a céljait, könnyű mélyen magunkba nézni, és felmérhetjük azt, hogyan érhetjük el végre az álmainkat. Nagyon fontos, hogy a vízöntő Plutó hatásával lépjünk túl a struktúrákon és a berögzöttségeken. Bátran mondjunk nemet a társadalmi elvárásokra, engedjünk teret a hitnek, legyen az a hit bármilyen célra irányuló is. Március elején a Merkur tovább úszkál a halak vizén, sok ötletet generálva. Jegyezzük fel ezeket az eszméket, mert később jól jöhetnek. Dolgozzunk apránként, kis lépéseket téve a célok felé. Fontos, hogy megalapozottak és szervezettek legyünk. A Vénusz és a Mars a vízöntő jegyében azt üzenik, hogy ha következetesek maradunk, az kifizetődik számunkra. Ahhoz, hogy ezt a hónapot jó eredményekkel hagyd magad mögött, neked is meg kell ismerned az aktuális tranzitokat, és azt is, mit üzennek neked az égiek a csillagjegyed szerint. 2024 márciusa mindenkinek kínál lehetőséget, s jó hír az, hogy aki állást változtatna, megteheti, aki költözne, megteheti, aki elhagyná valamilyen formában a múltját, vagy a múltjának egy részét, megteheti. Ehhez a Jupiter-Uranus együttállása nagy és erős hátszeret biztosít. Jó lesz minden, ha aktívan dolgozunk, és a hitünket életben tartjuk. Március 20-án indul a kos időszaka, ami egyben az asztrológiai új év kezdete is. Különféle hatásokkal teli mozgalmas hónap vár ránk, és tulajdonképpen ez egy felkészülés a tavasz nagyon aktív, nagyon izgalmas időszakára. Ahogy megszoktátok, sorba veszem a tranzitokat, utána pedig jöhetnek a horoszkóp jegyek előrejelzései. A nap és a Jupiter szextíje március 1-én teljesedik ki, de egyébként már február 28-ától elindul, és március 4-ig tart. Ez egy kifejezetten segítő, támogató, felemelő hatás, a hangulatunk tud emelkedett lenni, az aktivitásunk nagyon sokat tud nőni, és ez alatt a nagyon rövid pár nap alatt végére járhatunk rengeteg függő ügynek. Aki most hajlandó arra, hogy beolajozza a rostás csavarokat, nagyon-nagyon sok érdekes és könnyű megoldásra lel. Ez legvégső soron komoly elégedettséget hoz bárkinek, és a következő hetek ennek megfelelően nagyon jó körülmények között tudnak majd zajlódni. Ezt követően jön egy kvadrát a Vénusz és az Uránusz között február 29 és március 7-e időszakát átölelve. A csúcspont március 3-a lesz. Ez a kvadrát fényszög néha kicsit szélsőséges eredményeket szülhet, és olyan reakcióink lehetnek, amik másokból valamiféle fura ellenállást válthatnak ki. De persze ez természetesen fordítva is igaz. Épp ezért nagyon tudatosnak kell lennünk, és ezt a kellemetlen hatást okosan és ügyesen el tudjuk kerülni akkor, ha óvatosan bánunk a szavakkal, nagyon óvatosan bánunk a tettekkel, elkerüljük a kapkodást, a hirtelenkedést és a gyors válaszokat. Történhetnek váratlan események, jöhetnek furcsa hírek, mendemondák, pletykák is, de
Pontosan az a lényege ennek a típusú fényszögnek, hogy ne üljünk föl ezeknek a mendemondáknak, hanem járjunk utána, valós-e, igaz-e, és ha kiderül, hogy nem az, akkor ugye okosan cselekedtünk, elkerültük a problémát, a galibát, vagy azt, hogy ugye valamilyen butaságot továbbadjunk egy másik embernek. Ha pedig kiderül, hogy tulajdonképpen bizony-bizony van alapja ennek a történetnek, ugye akkor sem gyors reakcióval kezdtünk el valamilyen formában elégedetlenkedni, hanem meg tudjuk fontolni a választ. Így pedig ugye legvégső soron oda térek vissza, hogy a Vénusz és az Uránusz között húzódó kvadrát negatív hatásait okosan, tudatosan ki tudjuk kerülni. A Vénusz és az Uránusz kvadrátjának a kellős közepén élesedik a Merkur és az Uránusz szextíja, egészen pontosan március 4-én és 5-én. Igen, ez mindösszesen egy ennyire rövid, extra rövid időtartamú hatás, felszabadít az elmúlt időszak bármilyen leterhelő befolyása alól. Tehát pont az, amit az előbb mondtam, hogy a Vénusz-Uránusz kvadrátjában benne van a feszülés, feszültség, váratlan események, kellemetlen híreknek a megérkezése, és ezeknek a hát tudatosan vagy jól felhasználása, vagy kevésbé jól felhasználása, viszont a Merkur-Uránusz szextíl március 4-én, 5-én kellő tudatosság mellett pont azon segíthet át, hogy az Uránusz és a Vénusz kvadrátja ne tudjon elszabadulni, és ne tudjon nagyon kellemetlen pillanatokat okozni. Ebben a két napban egyébként majd, ha tapasztaltok olyasmit, hogy felerősödik az intuíció, meghallod a belső hangodat, sőt, el is tudod hinni azt, hogy a belső hangod által sugallt üzenetekkel bárhová juthatsz, bármit megvalósíthatsz, bármilyen remek eredményt elérhetsz, akkor egyébként nagyon-nagyon jó helyen és nagyon jó időpontban vagy. Akit egyébként érdekel a jövője, de még bizonytalan, még gondolkodik, én a márciusi hónapban ezt a két napot, 4-ét és 5-ét ajánlom nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel arra, hogy kérdezzetek, menjetek asztrológushoz, jósnőhöz, tétáshoz, szamisztikushoz, mindegy, mert ezeken a napokon fantasztikus lesz az információáramlás, nagyon-nagyon könnyen át tudják nektek adni a segítők azt, hogy mit akarnak üzenni nektek, miért akarnak üzenni nektek, úgyhogy érdemes egyébként ezt is figyelembe venni. Aztán március 2 és 12 között aktiválódik a Merkur és a Neptun együttállása, a csúcspont március 8-án lesz esedékes. A gondolkodás minőségéért, az ideológiáért, a kommunikációnk mikéntjéért felelős Merkur találkozik a Neptunnal, ugye mindezt a halakházban fogják megejteni. Persze a Merkur ugye egy gyorsan mozgó bolygó, tehát siet is tovább, nem fog itt túl sokat időzni, de amit érdemes tudnunk az az, hogy sokszor lehetünk kicsit elvarázsolva ebben a hatásban, és vigyázni kell, mert ugye a nagy-nagy elvarázsolódásban és a rózsaszín ködben való fürdőzésben nem biztos, hogy látjuk azt, hogy most éppen egy gödörbe lépünk bele. Tudatosan el kell húzni a függönyt a szemünk elől, nem szabad hagynunk magunkat befolyásolni, és nagyon-nagyon kell arra figyelni, hogy ebben az időszakban nem szabad felülni a túlzó ígéreteknek, mert nagyon sok olyan típusú ember fog majd megmozdulni, akik szeretnének valamihez hozzájutni, csak nem tisztességes úton. És nyilván a tisztességes ember meg a jó szándékából fakadóan bedőlhet a túlzó ígéreteknek. Mindemellett azt sem felejtem el, hogy a spirituális és az okkult érdeklődésünk valamilyen formában nőhet, intenzívebbé válhat, de pont azért, mert hogy furcsa kérdéseket teszünk föl, és nem a megszokott válaszokat várjuk, ezért ugye a kommunikáció megakadhat, félreértésekbe bonyolódhatunk, úgyhogy óvatosan azokkal a kérdésekkel, amiket egyébként szeretnénk föltenni, de nem biztos, hogy most kellene ezeket megejtenünk. Érdemes jobban odafigyelni egyébként arra, hogy kinek tesszük föl. Tehát egy túlságosan spirituális típusú kérdést, vagy tartalmú kérdést ne tegyünk föl egy nagyon racionális gondolkodású embernek, mert biztos, hogy nem fogja érteni, és nem is fog rá tudni választ adni, és ebből inkább csak egy ilyen értetlenkedés állapot alakulhat ki, az meg senkinek nem jó. Menjünk el akkor olyan emberhez, akiről egészen pontosan tudjuk, hogy foglalkozik olyan témával, ami a mi kérdésünkre választ tud adni, és ne legyünk restek olyan helyen kérdezni, ahol egészen biztosan megkapjuk a szükséges válaszokat a felmerülő kérdéseinkre.
És, ahogy haladunk tovább az időben, a Mars és az Uranusz kvadrátja is élesedik március 9-i csúcsponttal. Ez egy meglehetősen bőséges, kreatív és találékony energiákat hordozó fényszög. Nagyon-nagyon jó kis eredményekhez vezethet, de csak és kizárólag ott ad kiemelkedő eredményt, ahol a bátorság és az elkötelezettség is kapcsolódik ahhoz az energiához, amit az egyén szeretne szabadon engedni. Tehát önmagában azzal nem fogunk sokra menni, hogy fú, van egy tök jó ötletem, de nem merjük kimondani, nem merjük megosztani a környezetünkkel, nem merjük elmondani annak, aki egyébként meg tudná tolni a szekerünket. Mivel ez egy meglehetősen dinamikus helyzet, ezért csak úgy érdemes okosan, tervezetten előre lépegetni a vágyott úton, a vágyott cél felé, hogy lehetőleg minden egyes lépést megelőzően egy picit megpihenünk, leteszteljük azt, hogy mi van, átnézzük, hogy milyen információink vannak, ki tud nekünk segíteni, és ha az adott pillanatban megbizonyosodunk arról, hogy biztonságosak a körülményeink, akkor igenis be lehet nyomni a lendület gombot, meg a sebesség gombot, és el lehet jutni a vágyott célig. Szintén egy rövid hatással kell számolnunk március 9 és 13 között, március 10-i csúcsponttal, ugyanis a nap és az Uranusz szextiljének a létrejöttével fölmerülhet nagyon-nagyon sokakban, hál' Istennek, az a kérdés, hogy ki vagyok én, hol vagyok én, hova dugtam el saját magamat, azt az igazi ént, aki akár gyerekként voltam, fiatal felnőttként voltam, aki egy ideje nem mer megtestesülni. Na, ha ezt a kérdést valaki abszolút nem teszi föl ebben a néhány szűkre szabott napban, akkor valószínűleg valahol elvesztetted önmagadat, és igenis azt mondom, hogy át kell strukturálnod azt, hogy hol vagy, kikkel vagy együtt, milyen típusú feladatokat végzel, miért azt csinálod, amit, és miért van az, hogy nem feltétlenül szereted a saját életedet, a saját körülményeidet és a saját lehetőségeidet. Mivel maga a Napuránusz ezen típusú hatása nagyon sok transformáció lehetőségét rejti, épp ezért ez egy olyan időszak, amikor felülemelkedhetünk saját magunkon, a saját korlátainkon. Megkaphatjuk azt az esélyt, hogy újjászülessünk, és megtaláljuk azt a valamit, amit valahol, valamikor régen elvesztettünk. Mert a forrás ott van bennünk. A kérdés az, hogy tényleg merünk-e kutakodni saját magunk után. Vegyétek azt majd észre, hogy új meglátásokra leszünk figyelmesek, és nagyon sokatok hajlandó lesz végre arra, hogy egy kicsit más szemszögből tekintsen a világra. És ez ugye alapfeltétel annak, hogy rájöjjünk arra, hogy kik vagyunk, mi hol vagyunk, mi és miért arra megyünk, amerre. És talán emlékeztek, hogy a bevezetőben említettem, hogy március havának beköszöntekor a Merkur még a halakban járt, ám nem sokat várakoztat minket azzal, hogy március 10-én átérkezzék és átlépjen a Kosba. Kifejezetten érdekes, izgalmas és felemelő energiák érkezhetnek ezzel a jegyváltással, ugyanis mit ad ez nekünk? Gyors felfogó képességet, sok-sok ambíciót, új terveket, az új tervek kieszelését, olyan ötleteket, amiket hát lehet, hogy már valahol, valamikor elengedtünk és szabadon engedtünk, de még nem valósítottunk meg, és akkor most lesz itt az ideje annak, hogy a kezdeményező készségünk javulásával bizonyos feladatokat végre megvalósítsunk, ami viszont picike hátrány lehet ebben a történetben, hogy a hatalmas nagy aktivitással, ami így elkezd topzódni bennünk, hajlamossá válhatunk különféle viták, konfliktusok, összefeszülések kirobbantására. Miért? Mert meggyőződésünk, hogy igazunk van, és ezt meg is akarjuk védeni. És emellett egyébként teljesen mindegy az, hogy valóban igazunk van-e vagy sem. Az egyetlen dolog, ami lényeges, hogy kerüljük a vitákat, nincs itt a helye és az ideje, mert felesleges energiakidobást jelent minden egyes vita, minden egyes összefeszülés. És március 10-e más szempontból sem lesz unalmas, mert a halak jegyében köszönhetjük az aktuális újholdat. A halak újhold lelki és spirituális szinten a hosszú tél lezárását is egyébként magával hozza automatikusan. Váratlan fordulatok lezajlódására is sor kerülhet. Ezek ellen tenni szerintem felesleges. Persze, nyilván, ha nagyon akartok, tehettek, de szerintem nem szükséges, inkább alkalmazkodjatok a változó körülményekhez, mert a változás igenis jó dolog.
ha esetleg valaki nagyon-nagyon szigorúan az újhold környékén él át valamilyen krízis állapotot, valamilyen drámai élethelyzetet, akkor egyetlen egy dolgot tehet, az önérvényesítés és az igazának a bizonyítása helyett inkább próbáljon meg kompromisszumot keresni, az hosszú távon többszörösen megtérül. Szintén március 10-éhez kapcsolódóan elindul a Merkur és a Plutó szextilje, 11-én lesz a csúcspontja. A Merkur ugye itt már a kosban jár, és a vízöntő Plutóval alkot szextil fényszöget, ebből fakadóan ez egy nagyon erős, nagyon aktív hatás lesz. De az aktivitástól és az erőtől függetlenül valójában ez egy nagyon vegyes hatású fényszög lesz, nagyon intenzív időszakot élhetünk meg, leszünk fent, leszünk lent, lesz egy csomó dolog, ami nagyon könnyen megy, és lesz egy csomó dolog, aminél csak merezgetjük a szemeinket, és nem fogjuk érteni, hogy mi a csodáért nem haladunk ezzel egyről a kettőre. Hát igen, a Merkur és a Plutó szextilje már csak ilyen. Nem szeretem a struc politikát, nem is szoktam erre sarkalni senkit, de ha valamikor, akkor a Merkur és a Plutó szextiljének időszakában nyugodtan dugja be bárki a fejét a homokba, és egyszerűen csak várja meg azt, hogy elmúljék ez a hatás. A Merkur 10-i jegyváltását követően a Vénusz is jegyet vált március 11-én. Olyan szavak jutnak eszembe, mint érzelmek, kreativitás, tisztánlátás, józanság, felemelkedettség. Nem csoda, ha az érzelmeink erősen fokozódnak, alkalmanként itt-ott nagyon el is mélyülnek, a reakcióink viszont változékonyabbak lesznek, és könnyen lehet, hogy olyasmire is felkapjuk a fejünket, amire talán eddig sosem tettük, vagy nagyon ritkán tettük. Jóval érzékenyebbek leszünk, a romantika is jobban fog minket érdekelni, és talán még azokat is, akik egyébként nem tipikusan romantikusak. Ugyanakkor valahogy sértődékenyebbekké válhatunk, ami a halak Vénusznál egyáltalán nem meglepő hatás. Legyél okos, legyél felkészült, nem kell, hogy mindent magadra vegyél. Sőt, kifejezetten ajánlom azt, hogy alkalmanként most a halak Vénusz időszakában jobb, ha lenyelünk pár békát, ahelyett, hogy elkezdenénk vitatkozni, vagy konfrontációt kezdeményezni a környezetünkkel. Itt végre érkezik egy picit hosszabb hatás, és ráadásul egész jó. A Nap-Neptun együttállásáról van szó március 8-a és 24-e között, amiben nagyon sokat segíthet, hogy tovább erősödik az intuíciónk, valahogy jobban ráérzünk dolgokra, ráérzünk arra, hogy ki hogy van a környezetünkben. Azt figyeltem meg, már meglehetősen régen, hogy ez a típusú együttállás nagyon sokszor nagy tömegeket mozgat meg, és valamilyen formában az egészségügy és a közegészségügy témaköre fókuszba tud kerülni. Senki ne lepődjön meg azon, ha hirtelen furcsa és nagy tömeg megmozdulásokban lesz része, lehet az nyilván egy adott településhez, városhoz, megyéhez vagy országhoz mérten, akár kicsi vagy nagy, de valahogy többen fogunk megmozdulni, és többféle dolgot akarunk majd kimondani. Nyilván erre egyébként akár csak a hazánkat érintve az elmúlt hetekben bőven volt példa, szerintem a Nap-Neptunnal ez a folyamat nem fog megszűnni, sőt inkább erősödik. Úgy vélem, hogy elsősorban a tudatosság, a kellő mértékletesség és a megfelelő együttműködés viheti előre adott esetben a tömegeket, a hasonlóan gondolkodókat, és akkor ennek a féle kiteljesedésnek ugye a társadalmunkra is tulajdonképpen tök jó hatással lehet. Nyilván nagy kérdés az, hogy a társadalom egyes rétegei képesek az összefogásra egy konkrét cél érdekében. Ez már viszont önálló döntés kérdése. Aztán a nagy-nagy-nagy fordulat, ami tulajdonképpen a tavaszt is végérvényesen behívja a mindennapjainkban, március 20-án érkezik el, amikor a nap átlépi a kos küszöbét, elindul az asztrológiai új év, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a kossal együttjáró tüzességet, akaratot, eltökéltséget, elhivatottságot, lendületet, sebességet valamilyen formában mindannyian megéljük. Kifejezetten jó dolog az, ha bármelyikünk komoly és erőteljes késztetést fog arra érezni, hogy új és ismeretlen utakat fedezzen föl, azokat végig is járja. Nem állítom azt, hogy szimplán csak a kosnap miatt
minden maradéktalanul sikeres, kiemelkedő, felemelkedő és eredményes lesz, de akiben benne van a hajlandóság arra, hogy próbálkozzon, adott esetben újra meg újra neki fusson egy adott ügy megoldásának, az viszont tutira sikerrel fog járni. Amire nagyon érdemes odafigyelni az az, hogy tényleg helyezzük a fókuszt a változásokra, a változtatásokra, amik nagy részt tőlünk függetlenek, hiszen amit meg tudunk tenni, azt nyilván egy kosnap ideje alatt amúgy is megtesszük saját magunkért, de ami tőlünk független, ahhoz meg remekül tudunk alkalmazkodni, és ha még a napra készségünk is rendben van, akkor tulajdonképpen lehetetlen, hogy ne érjünk el valamiféle kiemelkedő eredményt, nyilván mindenki a saját szintjéhez igazodva. Szintén egy nagyon izgalmas folyamat a nap Plutó szextilje, március 20-a és 24-e között, tulajdonképpen ez pontban ugyanakkor indul el ez a hatás, amikor a nap belép a kosba. A nap és a Plutó szextilje csak annak nem tud lendületet adni, aki nem is akar csinálni semmit. A kérdés inkább az, mihez vesszük föl azt a bizonyos lendületet? Ki és mihez teszi hozzá azt a többlet erőt, energiát, eltökéltséget, az aktuálisan fejünkből kipattanó ötleteket. Nagy kérdés az, hogy építünk vagy rombolunk, hiszen mind a kettőhöz lesz elég muníciónk. Lehet rombolni is, de hát az a helyzet, hogy inkább építeni kéne. Piciben, közepesben és nagyban egyaránt. És ami még nagyon izgalmas ebben a hónapban, az a Vénusz és a Szaturnusz együttállása. Hál' Istennek ez egy picit hosszabb, mint egy-két nap, vagy 3-4 napnyi időintervallum. Március 12-én indul el ez a folyamat, és 31-én záródik, a csúcspontja 21-ére esik. Én úgy szoktam mondani, hogy ami nem megy, azt ne erőltessük. Tényleg ebben az időszakban csak olyasmit csináljunk, aminek van értelme, ami visz valahová, amiről tényleg tudjuk, hogy el tudunk érni valamilyen eredményt, amit nem a magunk javára tudunk fordítani. Nagyon sok kapcsolódása van ennek a típusú fényszögnek a különféle emberi kötelékekhez. Legyen akár szó régi, vagy éppen frissebb kapcsolatról, a Vénusz-Szaturnusz együttállása egyfajta végső értékmérő, amikor mindent mérlegre kell helyezni, és a sors meg fogja mutatni, merre érdemes elindulni. Érdemes-e továbbiakban is beletenni ebbe a kapcsolatba időt, energiát, figyelmet, szeretetet, sok-sok érzelmet és munkát, vagy a nagy tanító azt mondja, hogy nézd csak meg a mérleg nyelvét, ez olyan nagyon kiegyensúlyozatlan, ez olyan nagyon nincs rendben, hogy lehet, hogy le kell zárni. Egyet egészen bizonyosan kijelenthetek. Azok a típusú emberi kapcsolatok, barátság, szerelem, szülőgyermek között szövődő kötelékek között, ha az alapvető működési tendencia rendben van, akkor azok stabil kapcsolatok, minőségiek és emelt szinten tudnak tovább haladni. Ott viszont, ami már alapvetően inog és széthullóban van, ahhoz elképesztő mennyiségű energia és idő kell, hogy azt meg lehessen menteni. Én nem mondom, hogy ne csináljátok, hogyha ilyen típusú kapcsolatotok van, és fontos nektek, csak tudni kell azt, hogy a két embernek egyszerre egy időben hasonló célért kell küzdeni, és meg kell nézni azt, hogy a másik hajlandó-e küzdeni, mert ha nem, akkor el kell engedni. Március 22-én a Mars is egyet vált, és a vízöntőből megérkezik a halakhoz. Ugyanitt már vár rá a Szaturnusz, a Vénusz és a Neptun, úgyhogy Mars barátunk nem lesz egyedül, és lesz feladata bőven. Én úgy gondolom, hogy a létező legfontosabb tennivaló ebben az időszakban az, hogy sürgősen gondoljuk újra a korábbi elképzeléseinket. Nem holnap, nem holnap után, nem jövő héten, hanem itt és most, március 22-én. Azért lesz egy kicsit furcsa ennek a típusú Marsnak a hatása, mert nem az akaratos, nem az aktív, nem a tüzes, nem az elvetemült alkalmanként kicsit erőszakos, törekvő, vagy épp tolakodó Mars energiákat fogjuk érezni és érzékelni, hanem sokkal inkább egy intuitív, belülről motivált, ösztönösen cselekvő énünk lép előtérbe,
A kérdés az, hogy ki fogja ezt jól viselni. Tulajdonképpen nagyon jó esélyt látok arra, hogy mindenki, tehát bárki, ugyanis a Mars ebben a vizes közegben a harcokat és a konfliktusokat azért tudja annyira csitítani, hogy egy csomóan, akik egyébként szeretik a harcos, konfliktusos, összezördüléses, összefeszüléses helyzeteket, azt fogják érezni, hogy nem akarok vitát, nem akarok veszekedést, nem akarunk küzdelmeket, adjuk az egészet a fenébe, inkább próbáljuk valamilyen kompromisszumos, békés megoldással rendezni az adott ügyet. Mert hogy nagyon sokunkban föl fog merülni az a kérdés, hogy mi a csodának pazaroljunk feleslegesen energiát egy konfliktusra. Halleluja! Hát ez egy nagyon jó élmény. Itt már csak az a kérdés, hogy ténylegesen tudjuk ezt tartósan vinni, hiszen ugye azért a halakmars nem egy párnapos történet. És pont ezzel a halakmarssal ellentétben kapunk egy kis segítséget a Vénusz és a Jupiter által létrehozott szextil fényszög hatásból március 23 és 26-a között, 24-e lesz majd a kicsúcsosodása ennek a folyamatnak. Igazából az, amit ugye a halakmars ilyen alapfeszültségként folyamatosan ott táplál, de nem akarjuk szabadon engedni, ahhoz pont ez a Vénusz-Jupiter szextil tud minket abban az értelemben hozzásegíteni, és ad egy fellélegzési lehetőséget, hogy tényleg azt mondjuk, hogy nem, egyértelműen nem akarok vitát, veszekedést, egyértelműen figyelek a jelekre, figyelek arra, hogy ki hogyan reagál egy-egy bizonyos helyzetre, ha éppen felcsattanna, akkor már eleve hátrébb lépek kettőt, eleve jelzem azt, hogy figyelj, nem akarok vitát, beszéljünk róla nyugalmasan, menjek így el egy kávét, én is megyek, iszom valamit, és utána beszéljünk, üljünk le, és gondoljuk át, hogy hogyan tudjuk ezt békésen kezelni. Ugye azt azért szeretném elmondani, hogy nagy általánosságban igaz az, hogy amikor a Jupiter a nap körüli útján a Vénusszal alkot valamilyen fényszöget, az egyébként kivétel nélkül valamilyen formában pozitív, felemelő, gazdag, sok történéssel és eredménnyel tűzdelt időszak, és érinti a szerelem, és érinti a pénz területét, tehát tulajdonképpen, ha a párkapcsolatunkkal van valami nyűgünk, maceránk, akkor békés megbeszéléssel nagyon messzire tudunk jutni, ha pedig üzleti téren kell, és muszáj valamilyen formában pénzről, pénzügyekről, befektetésekről, költésről beszélnünk, azt is csak is békés körülmények között tegyük meg, és ennek az eredménye az lehet, hogy pont el tudunk kerülni mindenféle konfrontációt, és nagyon jól ki tudunk jönni ebből a szituációból. És március hava természetesen nem telhet el telihold nélkül, a mérlegjegyében fog tetőzni március 25-én. Mi az, amire feltétlenül érdemes odafigyelni? Az, hogy érezni fogjuk az emberi kapcsolataink lényegi részét. Többek közt a partnerség és a másokkal való együttműködés témája fókuszba kerül. Muszáj lesz egyensúlyt teremtenünk a lelkünkben, a szellemünkben, és ezt akkor is meg kell tennünk, ha közben azért van némi elégedetlenségünk, és van pár megválaszolatlan kérdésünk. Mi az, amit feltétlenül meg kell tenni? Hagyj fel a megfelelési kényszereddel. Ugyanis az ilyen típusú kényszer oda vezethet, hogy félrebeszélsz, eltávolodsz a valóságtól, erre pedig nincsen szükség. Úgyhogy nyugalom, béke, csendesség, elcsendesülés, és akkor minden rendben lesz. Ne felejtsétek, ahogy az új holddal kapcsolatban, ugye a teli holddal kapcsolatban is fontos, hogy természetesen lesz majd videó mindkettőről hosszú, részletes elemzéssel. A hónap záró akkordja a Vénusz és az Uránusz szextíje március 27 és 29-a között. Ahogy hallhatjátok, ez is egy kifejezetten rövid távú hatás, viszont nagyon izgalmas és nagyon felemelő, ugyanis érzelmileg felszabadultabbak leszünk, könnyebben kimondjuk, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, mi az, ami jó, mi az, ami kényelmetlen, mi fáj, vagy éppen mi az, aminek végre tudnánk örülni. Ez azért különösen fontos, mert párkapcsolatokra közvetlen és direkt hatása van, azaz a partnereddel szót tudsz érteni. Hát lehet, hogy meg kell szépen kérni arra, hogy üljön le, hallgasson végig, de pont az ilyen szót értős folyamatok által
nagyon kedvezően alakulhat a kapcsolat, és az, ami egy kicsit mostanában döcögött, az akár pozitív változásba is átmehet. Nagyon fontos, hogy legyen közös terv, közös cél, akár rövid, akár hosszú távra, mert akik itt, ebben a mindösszesen 3 napban képesek a kompromisszumokra, a megállapodásokra, és tényleg le tudnak tenni új alapköveket a kapcsolatukkal összefüggésben, ők arra számíthatnak, hogy bizony itt megy minden a maga útján hosszú távon is rendben tovább. Jöjjenek a horoszkópos előrejelzések. Kezdjük a halakkal, hiszen március az ő időszakuk. Ha végighallgattad a tranzitos előrejelzéseket, akkor tudhatod, hogy meglehetősen nagy mozgás zajlódik a te házadban. A nap már megérkezett ide, a Merkur is megérkezett ide, a Neptun már nagyon-nagyon régóta a te jegyedben topzódik, és itt van a Szaturnusz is, és ugye a különlegessége ennek a folyamatnak az, hogy a hónap legelején a Szaturnusz, a Nap és a Merkur együtt állnak, segítik a kommunikációt, segítik, hogy jobban ki tud magad fejezni, segítik azt, hogy esetlegesen problémás kapcsolatokat helyre rakjál, rendezzél, valamilyen formában kicsit könnyebben tudjál kommunikálni, és hogy jobban megértsen téged a környezeted. Mindezek mellett a forrófejűség, az erőteljes túlzások nem feltétlenül megengedettek. Lehetsz dinamikus, lehetsz lendületes, de ne azon az áron, hogy mások fölött győzedelmeskedjél, hogy mások fölött diadalt arassál. A halak hatékonysága a halak havában elkerülhetetlenül látványos lesz, sokan vissza is fogják neked azt igazolni, hogy igen, az, amit csinálsz, az jó, az rendjén van, az sokszínű, úgyhogy bátran valósítsál meg olyan típusú ötleteket, olyan feladatokat, amik régóta ott vannak a fejedben, de eddig nem mertél hozzájuk nyúlni, vagy nem érezted azt, hogy annak időszerűsége van, nem érezted azt, hogy van hozzá elegendő elkötelezettséged, kedved, kitartásod, hát most márciusban bármihez lehet. Mindamellett az biztos, hogy megnő a szociális érzékenységed, a szíved nagyon sokszor el fog lágyulni, olyan helyzetekben és olyan embereknek is hajlandó leszel segítséget nyújtani, akiknek eddig valamiért nem tetted meg, vagy nem gondoltad, hogy valóban szükségük lenne pont a te támogatásodra, de most olyan emberek is hozzád fognak fordulni, akikkel kapcsolatban azért lesznek fenntartásaid, és nyilván legyenek is fenntartásaid, tehát nem baj az, hogyha egészségesen tekintesz egy-egy emberi kapcsolatodra, de ha tényleg arról van szó, hogy tudsz egy adott helyzetben segíteni, nálad van a megoldás kulcsa, neked van egy telefonszámod, te tudsz egy nevet, akkor igen, állj bele egy adott szituációba, segítsd a másikat, akkor is, hogyha egyébként ő eddig soha életében semmit nem tett érted, most tehetsz érte valamit, és tudjuk, hogy aki jót tesz a másikkal, az jót is kap vissza az élettől. Kérlek, kedves halak, legyél mindig nyitott arra, hogy kifejezd bátran az érzéseidet mások felé. Semmit ne rejtegess el, tehát ha van mondani valód, ha van véleményed valamiről, azt most bátran mondd ki. Mindenképpen lehetsz merész, de nem ész nélkül. Tehát bátran csinálj új dolgokat, vágd nyugodtan a fejszédet egy új fába, de ne úgy, hogy előtte nem készítetted elő kellőképpen a terepet. Hozhatsz döntéseket, kifejezetten ajánlom is, hogy hozzál fontos, jelentős döntéseket, de ne kapkodd el azt, hogy kimondod, hogy igen, nem, miért igen, miért nem. Mert ha túlontúl kapkodsz, mert csak a külsőségeket látod, és nem vizsgáltad meg az adott döntésnek az összes körülményét, és ugye kiteljesedési lehetőségét, akkor az könnyen egyébként veszteséget okozhat számodra, ha más nem, minimum időbeli veszteséget. Azt javaslom neked, hogy tekints erre a márciusi hónapra úgy, hogy igen, ez a te hónapod, a te lehetőséged, a te körülményeid, minden adott a sikerhez, de a sikert akkor tudod elérni, ha lassan jársz, tovább érsz. Ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem 2 hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 70 3 11 61 25-ös számon. Érkezzék a kosok előrejelzése a március hónapra. A kosok jegy szülötteit tulajdonképpen egyfajta megkönnyebbülés érheti, mert hogy március 20-áig, amíg a nap jegyet vált,
egy viszonylag nyugalmas, békés, örömteli, átlagosan csendesebb időszak áll előttetek, és amikor 20-án a napjegyet vált, ugye, és hozzátok érkezik meg, akkor azért egy sokkal ritmusosabb, lendületesebb, nagyobb sebességre kapcsolható időszak köszönt be, és ugye március 20-áról azért azt is tudni kell, hogy ez az asztrológiai új évnek a kezdete. Tulajdonképpen március havát tekintve, és mindent egybevetve lehetsz könnyed, lehetsz bátor, lehetsz néha kicsit visszahúzódóbb, és mindenképpen legyél vicces és társasági, ugyanis ebben a hónapban minden olyan dolog, ami februárban és januárban egyfajta nyomásként és kényszerként nehezedett rád, ezek a hatások jelentősen csökkenni fognak, így ugye rengeteg energiát föl tud szabadulni, amit tulajdonképpen oda raksz és arra használsz, amire csak akarsz. Mindemellett nagyon fontos az, hogy valamilyen formában vagy örömtelibb lesz a munkád, vagy egy picit talán kevesebb lesz a munkád, vagy az, amit az előbb említettem, picit kevesebb nyomás nehezedik rád, így pedig mindenképpen jut időd és energiád arra, hogy képes legyél jól átlátni az aktuális helyzetedet, és adott esetben lepakolhatsz olyan dolgokat, amikről már pontosan tudod, hogy nem hoznak hasznot, nem adnak örömöt neked. Ha van egyébként valamilyen típusú adósságod vagy kötelezettséged, ígértél valakinek valamit. Na, ha valamikor, akkor márciusban, és főleg március utolsó harmadában tedd meg azt a szívességet magadnak, illetve a másik félnek, hogy ezért egy picit többet teszel, és kipipálod ezt a feladatot, és tulajdonképpen onnantól kezdve nem is hordod a saját válladon teherként a saját ígéretedet. Érdemes tágítani a szellemi horizontot, ne csak nézelődj, hanem vegyél a kezedbe egy könyvet, nézzél meg egy dokumentumfilmet, hallgass meg előadásokat, és nagyon-nagyon sokat tudsz tanulni. Sokszor úgy fog ez a tanulás egyébként átmenni hozzád, hogy nem kell görcsösen megértened dolgokat, hanem egyszerűen játszi könnyedséggel fog belerakódni a tudás a fejedbe, és nagyon gyorsan fogod tudni a most megszerzett tudást egyébként alkalmazni. Mindenképpen javaslom azt, hogy legyél jelen, legyél társasági lény, legyen szó akár baráti társaságról, rokoni társaságról, egy üzleti kapcsolat kialakításáról. Figyelj mindenre, ami elhangzik, mert nagyon-nagyon sok hasznos információhoz juthatsz ebben az időszakban. Ez pedig nem feltétlenül most azonnal, de a későbbiekben tulajdonképpen valamilyen profitot, valamilyen pozitív eredményt és fejlődési lehetőséget hoz neked. Mindig vannak ötletek a fejedben, mindig vagy kicsit kíváncsi és érdeklődő, legyen nyitott új élményekre, összességében kifejezetten egy nagyon kellemes hónap vár rád, és elismétlem, a hónap első kétharmada a 20-áig picit nyugisabb, picit békésebb lesz, de 20-ától nagyon-nagyon-nagyon aktív időszak köszönt rád. Ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon. A Bika jegyelőrejelzése érkezik. Mindent egybevetve, és mindent jó alaposan összerakva, és egymáshoz igazítva azt látom, hogy egy ilyen komplex puzzle jön ki a márciusi hónapotokra. Én amondó vagyok, hogy nagyon felemelő időszak következik, hiszen ugye már februártól az Uránusz és a Jupiter együtt állnak a Bika jegyében. Márciusra a Jupiter egyre inkább megközelíti az Uránuszt, egyre erőteljesebb lesz ennek a nagyon kellemes és felemelő fényszögnek a hatása, ami növeli bennetek az ambíciót, a vágyat a jó dolgokra, a vágyat a változásra. Sőt, akár valamiféle nyerességet is el tudtok könyvelni. Nem lottóötösről beszélek, hanem megnyertek egy pályázatot, megnyertek egy nagyon jó állást, elnyeritek valakinek a szívét, vagy adott esetben például a barátságát. Higgyétek el, hogy ezek a típusú nyereségek is hosszú és rövid távon egyaránt nagyon-nagyon-nagyon hasznosak. Feltétlenül ajánlom azt, hogyha tanulást tervezel, legyen az akár rövid, egy hétvégés, vagy pár alkalmas, vagy akár egy hosszabb sorozat hónapokra, vagy ne adj Isten évekre szeretnéd elkötelezni magadat valamilyen szellemi fejlődés mellett, akkor a legjobbkor teszed ezt meg önmagaddal, a legjobbkor teszed le az alapkövetet,
vezetővét ennek a típusú folyamatnak, ugyanis nem csak önmagaddal teszel jót, hanem a jövődre is gondolva egy nagyon jó új perspektívát nyitsz meg magad előtt. Párkapcsolati téren adódhat némi feszültség, de bármi is legyen a feszültség oka egy már élő és létező kapcsolatban, az pontosan azért adódik, hogy javítsátok, és ezáltal emeljétek magasabb szintre a párkapcsolat minőségét. Ha viszont nincs párkapcsolatod bikaként, az sem probléma, és nem is szabad így ránézni, hanem ugye pont a Jupiter és az Uranus egyre közelebb kerülésével egymáshoz érdekes lesz azt figyelni, majd, és bátran legyél is nyitott arra, hogy többen érdeklődnek iránta, többen megmutatják, hogy ott vannak, hogy élnek, léteznek, mozognak, és jó lenne, ha felfigyelnél rájuk. Nyilván az, hogy felfigyelsz ezekre a jelekre, az már viszont rajtad múlik. Március havának utolsó egy hetében engedd szabadon egy kicsit a vágyaidat, engedd szabadon önmagadat, hiszen amikor a nap belép a kósba, az rád is nagyon pozitív hatással lesz, és egyértelműen azt fogod érezni, hogy szeretnéd szabadon engedni a benned topzódó energiát. Igen, nyugodtan menj el koncertre, tombold ki a vágyaidat egy bulin, de ha kicsit komolyabb és magasabb szinten szeretnél örömforrás keresni, akkor érdemes üzletbe is belerakni az időt és az energiát, mert jó szerződést köthetsz, de találhatsz egy remek új munkahelyet, de bikaként, ha egyébként tervezel költözést, akkor annak is most van itt az ideje, de minimum annak is most van itt az ideje, hogy letedd a költözésnek az alapkövét, és nagyjából meghatározd, hogy mit szeretnél majd csinálni, és mikor szeretnéd ezt megvalósítani. Ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon. Érkezzen az ikrek előrejelzése. Úgy vélem, minden esély megvan arra, hogy az ikrek alapvetően jó hangulatban kezdjék el március havát, így pedig tulajdonképpen jó hangulatban fussanak neki a tavasznak. Még a fárasztó feladatokat is nagyon-nagyon jól és ügyesen és jó tempóban fogjátok tudni elvégezni. Teljesen mindegy, hogy ez otthon van, munkahelyen van, vagy valaki megkért titeket arra, hogy segítsetek be neki valamilyen feladatba. Ami jó hír, hogy fogjátok is érezni magatokban azt a többletenergiát, ami által többet akartok kihozni magatokból, az aktuális lehetőségeitekből, és lehet is kihozni. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor azért elgondolkodhattok azon, hogy akartok-e váltani, változtatni bármin a pillanatnyi életetekben, és ha valami nagyon vonzó, ha valami nagyon-nagyon tényleg csábít titeket, akkor arra bátran mondjatok igent. Március, ha vagy egyébként nagyon sok lehetőséget kínál arra, hogy az ötleteiteket, az idáitokat szabadon engedve meg is tudjátok azt valósítani. Legyetek ügyesek, szerintem javul a kreativitásotok, valahogy az alkalmazkodó képességetek is módosulni fog pozitív irányba, így pedig tulajdonképpen akár munka, akár karrier, akár pénz, vagy éppen egészség terén nagyon-nagyon szépen tudtok fejlődni, és változtatni azokon a részeken, amin változtatni szeretnétek. Amit nem szabad megengedned magadnak, hogy bármilyen apró cseprő dolog miatt roppant mód kétségbe es, mert abból nagyon nehezen fogsz tudni kijönni. Tehát mindig tarts magad egy adott helyzetben stabilan, legyél kitartó, legyél elhivatott, nehogy, hogy bárki lebeszéljen bármiről, amit meg szeretnél valósítani, és én amondó vagyok, hogy a igazán nagyon bátor ikrek elindíthatják egyébként életük egyik legnagyobb projektjét, mindegy, hogy ez mihez kapcsolódik. Ettől függetlenül azért nagyon bátran kimondom, hogy szerintem munkával, tanulással, állással, vagy esetleg egy saját vállalkozással kapcsolatos területen megmozdulva nagyon-nagyon jó eredményeket érhettek el, de ha éppen sportoltok, vagy költöznétek, külföldre mennétek, ezek mind-mind-mind támogatva vannak itt március havában. Lesznek érdekes információk, és lesz nagyon sok olyan pillanat, amikor nem tudtok egy-egy információval mit kezdeni. Semmiképpen se legyincsetek információkra, inkább írjátok föl, jegyezzétek föl, és hát ha a későbbiekben ezek végül kiderül, hogy csak-csak a hasznotokra tudnak lenni.
A rátok is hatással van egyébként a Jupiter és az Uranus együttállása. Márciusban ugye még nem szoros az együttállás, de ahogy telik múlik az idő, egyre erőteljesebb hatással van az ikrekre is. Főleg azoknak az ikrekre, akik valamilyen formában ingatlan ügyletekkel, vagy valamilyen materiális javakkal összefüggő döntést szeretnének hozni, a Jupiter-Uranus együttállása nagyon sokat segíthet abban nektek, hogy ezt bizony meg tudjátok hozni, hogy ki tudjátok azt mondani, hogy igen, ezt és ezt akarom módosítani, ezen és ezen akarok változtatni, így pedig tulajdonképpen minden olyan ügy nagyon-nagyon aktuálissá, és tulajdonképpen sikeressé tud válni, amiben beleteszitek az időt és az energiát. Amire oda kell és érdemes is figyelni, az az, hogy mindenféle utazással kapcsolatos döntést nagyon okosan és csak nagyon megfontoltan lehet meghozni. Ez nem biztos, hogy most itt azonnal márciusban aktuális, de ha például tervezitek a nyarat és már most lefoglalnátok a szállást, akkor nagyon alaposan gondoljátok át, hogy anyagilag, időben biztosan jól tudtok-e dönteni, milyen kitételei vannak annak, hogy el tudjatok menni úgy nyaralni, ahogy szeretnétek, de ha valamilyen váratlan ügyből kifőlök el bármely ikrek jegyűnek utaznia, akkor is nagyon alaposan legyen az megfontolva és körbejárva, hogy mikor megy, hova megy, hogyan megy, minden elő van készítve, és akkor tulajdonképpen, ugye mivel mindent alaposan körbejártál, nem okozhat problémát számodra egy utazás, de ha figyelmetlen vagy, ha kapkodsz, ha úgymond felkészületlenül futsz neki bármilyen nagyobb léptékű utazásnak most, akkor később adódhatnak olyan típusú problémák, amikre azt fogod mondani, hogy ja, Istenem, igen, nem készültem föl alaposan. Úgyhogy tényleg bármi, ami utazással függ össze, az nagy figyelmet igényel, és ha odafigyelsz, akkor nem érhet probléma. Indulj bátran útnak, de tulajdonképpen nagyon okos és bölcs gondolatom az, hogy mindenre legyen B-terved. Ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon. Érkezik a rákok előrejelzése. Mondhatnám azt, hogy nektek azért március hava nagyon kényelmes, örömteli, egyben előremutató időszak. Bátran lubickoljatok a halak vizes közegében, bátran tervezetek, bátran cselekedjetek. Ez itt egyébként mindenképpen a tettek ideje. Legyetek egy kicsit gyorsabbak, mint ez tőletek megszokott. Hozzatok bátran döntéseket, az sem baj, ha alkalmanként roppant spontán módon mondtok ki valamire egy igent, vagy egy nemet, vagy egy nagyon-nagyon pozitív olyan választ, ami nyilvánvalóan örömteliséget, eredményt és felemelkedett állapotot hoz nektek. Az lesz igazán jó számotokra márciusban, hogy mindenben nagyon elkötelezettek, nagyon elhivatottak tudtok lenni, és ha megtehetitek, akkor természetesen segítsetek másoknak, ugyanis márciusban nem ti fogtok segítségre szorulni, hanem a környezetetekben lesznek olyanok, akik igen, és most tényleg tündökölhettek is ebben a típusú állapotban. Jó hír lehet az, hogy én kevés jelentős kihívást vélek felfedezni itt gyakorlatilag a tavasz első havában, így pedig március rendkívül kedvező lehet, és rátok is nagyon komoly hatással lesz majd a Jupiter és az Uranus együttállása. Pontosan ez az az együttállás, ami miatt szerintem kimondottan nagy gondokkal és problémákkal nem kell megküzdenetek. Ha lesznek is bármelyikötöknek olyan típusú élethelyzetei, egy vagy akár több, amire tényleg azt mondjátok, hogy hú, ez nehézkes, erre most értem nem tudok megoldó kulcsot találni, akkor egyszerűen csak nyugodtan sodortassátok magatokat az árral, mert a Jupiter hátszelével minden megoldódik. Lehet, hogy nem most azonnal, lehet, hogy nem holnap, de holnap után vagy jövő héten egészen bizonyosan. Párkapcsolati és családi téren legfeljebb a vízöntő Plutó hozhat elő néhány régebben szőnyeg alá sepert konfliktust vagy vitahelyzetet, ezt viszont akkor meg egész jól lehet most kezelni. Bármilyen téma kerüljön elő, akár rokoni, akár baráti, akár üzleti téren, és azt látod, hogy ebből vita kerekedhet, ne engedj teret a vitának, bölcsen állj bele ezekbe a helyzetekbe, ajánlj kompromisszumot,
egy újabbat, meg egy újabbat, és előbb-utóbb el fogtok jutni odáig, hogy mindenki elégedett lesz a saját kis helyzetével, és a saját kis eredményeivel. Anyagi téren szintén a Jupiter fog tudni neked hátszelet adni, ha most tervezel valamilyen nagyobb léptékű befektetést, vásárlást, valamire költenél, nagyon jó hírem van azzal kapcsolatban, hogy jól tudsz költeni, okosan tudsz befektetni, tehát biztos, hogy a pénzedet jól fogod tudni tulajdonképpen kamatoztatni. Azok a rákocskák, akik esetleg most tervezik egy vállalkozás indítását, vagy van már vállalkozásuk, de fejlesztenék, vagy egy új lábat tennének bele ebbe a történetbe, akkor igen, most ez is egyébként egy nagyon jó pillanat, tegyétek le a szükséges alapköveket, határozzátok meg, hogy mikor, hol, mit szeretnétek csinálni, és áprilisban egyébként ennek az előmunkának már az eredményét is fogjátok tudni látni. Ha szeretnél állást változtatni, vagy munkával kapcsolatban valamilyen nagyobb léptékű dolgot csinálni, akkor március hava inkább és elsősorban ezeknek a folyamatoknak az előkészítéséhez tud nagyon sokat hozzátenni, áprilisban pedig szintén jöhet a kiteljesedés és az örömteliség. A halak havában elkerülhetetlen az, hogy a rákok intuíciója többszörösére emelkedjen, nagyon jól fog működni a belső hangotok, nagyon jó sugásokat fogtok kapni saját magatoktól, tegyétek meg azt a szívességet, hogy hallgattok saját magatokra, és nem hagytok teret annak, hogy valaki más befolyásoljon titeket, amikor fontos döntéseket kell hozni. Ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem 2 hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 70 3 11 61 25-ös számon. Nézzük az oroszlán jegy előrejelzését márciusra. Az oroszlánok szerintem nagyon-nagyon dinamikusan futnak neki ennek a hónapnak, de azért alkalmanként lesznek akadályok, amik nem feltétlenül könnyítik meg a helyzeteteket. Talán azt gondolom, hogy amit a leginkább tehettek, hogy lassan jártok, így messzire tudtok érni. A kapkodás, a rohanás, a sietség, vagy mások siettetése itt márciusban senkit nem fog előrébb vinni. Mindemellett az is nagyon fontos lesz, hogyha veled szeretnének valamit tudatni, figyelj oda az emberekre, mert fontos információkhoz juthatsz, de fordítva is igaz az, hogyha kellően diplomatikusan tudatod a környezeteddel azt, hogy milyen céljaid vannak, hova szeretnél eljutni, mit akarsz megvalósítani, akkor egyébként szívesen figyelnek ezekre a típusú kérésekre és igényekre. Akár egyébként március hozhat egy nagyobb léptékű üzleti döntést is, mindenképpen pozitív végkifejlettel. Aztán emellett még az is nagyon érdekes lehet, hogy az ingatlan piac, akár egy felújítás, tőzsde, hosszú távú vagy rövid távú befektetések terén hogyan tudsz tündökölni, mert ha van olyan tartalékod, amit egyébként szeretnél hosszabb távra lekötni, és azt gondolod, hogy jól tudna az neked kamatozni valahol, valamilyen formában, akkor márciusban biztos, hogy találsz olyan befektetési lehetőséget, ami számodra nagyon kedvező. Természetesen, amikor azt mondom, hogy befektetni nem csak pénzt lehet, hanem például az idődet tanulásba, az energiádat egy új munkába, vagy egy saját vállalkozás megalapításába, ezek mind-mind hosszú távon és tartósan hozhatnak majd neked pozitív eredményeket. Amiben március viszont talán kevésbé segíti a kiteljesedésedet, az az, hogy új szerelemre lej, vadonatúj üzleti partnereket kutass fel. Én a mondó vagyok, hogy ha egy mód van rá, akkor inkább a meglévő emberi kapcsolataiddal foglalkozz, azokba öljél bele kellő időt és energiát, javítsd azokat, amennyire lehetséges. Ha viszont van olyan típus emberi kapcsolatod, ami már nem ad semmit, te sem tudsz neki semmit adni, és csak az időt és az energiát viszi, akkor lehet, hogy érdemes lenne kimondani azt, hogy ezt már a továbbiakban nem kéred. Szaturnusz segíthet neked abban, hogy megemeli a lehetőségeid és a sikereid számát, legfőképpen karrier terén, de
Nem azonnal márciusban látod ennek az eredményét, itt inkább csak a kapuk nyílnak meg. Itt kiválaszthatod, hogy melyik utakon szeretnél a következő időszakban előrébb jutni, és akkor egyébként a július-augusztusi időszakra azok az utak, amiket most elkezdesz bejárni, amiket most elkezdesz felfedezni, tulajdonképpen a születésnapodra tudnak majd nagyon-nagyon szépen eredményt és akár látványos eredményt is hozni. Ha van párkapcsolatod, ahogy említettem az előbb, hogy érdemes egyébként a javítására, a szépítésére időt és energiát szentelni, ha viszont még csak most keresed azt, akivel hosszú távra szeretnél elköteleződni, kifejezetten jóknak látom az esélyeidet, főleg március 20-ától március 31-ig terjedő időszakban. Ha itt le tudod tenni egy új kapcsolat alapját, akkor az nagyon-nagyon hamar szárba tud szökkenni, és meglepő gyorsasággal jöhet majd egy olyan típusú elköteleződés, ami téged azért szerintem magasba emel, és a szívedet megnyugtatja, hogy igen, jó helyen vagy. Ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 70 3 11 61 25-ös számon. Nézzük a szüzek előrejelzését. Márciusban szerintem a megszokottnál sokkal jobban fognak érdekelni a különféle kreatív dolgok, az alkotás, így pedig akár a művészetek. Lehet, hogy vonzódsz majd olyan művészeti alkotásokhoz vagy kiállításokhoz, amik eddig annyira nem biztos, hogy vonzottak. Meglepően nő benned majd a szenvedélyesség, és kifejezetten örülni fogsz annak, hogyha szórakoztathatod a szeretteidet, vagy a barátaidat, vagy éppen a kollégáidat. És egyébként ez azért is nagyon jó, mert ugye ezáltal javíthatod a kommunikációt köztük és saját magad között, így meg végső soron ez valamilyen pozitív eredményt fog hozni, akár azon a szinten, hogy jobban megértenek téged, jobban elfogadnak téged egy-egy adott közegben. Márciusban mindenképpen foglalkoztat az, hogy tervezd a jövőt. Szerintem nem kell messzire menni, elég, hogyha egy ilyen 3-6 hónapos, 9 hónapos periódusban szépen nagyjából fölvázolod azt, hogy mit szeretnél elérni, azt hogyan tudod elérni, mire van szükséged ehhez, és egyébként segítőket is találhatsz a terveid megvalósításához. Márciusban a legkülönfélébb témák megtalálhatnak téged, de te is megtalálhatsz bármit, amit tudatosan keresel. Én azt mondom, hogy érdemes váltani, változtatni a körülményeiden, akár munkaterén, akár lakhelyterén. Ami viszont nagyon fontos, hogy érdemes lenne a pénzt is egy kicsit költésben, bevételben alaposan átnézni, és ha szükséges, akkor változtatni. Így pedig akár a költési szokásokon, a tartalékoláson, esetleg a befektetésen. Ha van egyébként olyan típusú terved, hogy hosszú távra szeretnél valamilyen pénzügyi alapot teremteni magadnak, akkor tudd azt, hogy a Jupiter és az Uranus együttállása mind márciusban, mind pedig áprilisban nagyon-nagyon sokat fog tudni neked segíteni abban, hogy jól átlásd a saját helyzetedet, és fel tudd azt mérni, hogy tényleg hol vagy most anyagiak terén, mit tudsz megtenni önmagadért. Egészség területén érdemes lenne fölkészülni arra, hogy lehet, hogy azért itt lesz egy-két akadály, egy-két probléma, elsősorban emésztési téren, úgyhogy feltétlenül figyeld a tested jelzéseit, főleg az emésztő szervnek a jelzéseit, és ha bármi olyasmit észlelsz, ami nagyon-nagyon nincs rendjén, akkor azzal kérlek foglalkozz. A Vénusz hozzád nem feltétlenül lesz kegyes márciusban, alkalmanként feszültséget gerjeszthet a párkapcsolatodban, vagy hogyha van most éppen kialakulóban valami, akkor oda olyan formában éket üthet, ami akár szét is robbanthatja ezt a bimbódzó kapcsolatot. Jöhet már is a kérdésed, hogy tudsz te ez ellen tenni valamit, vagy sem. A válaszom az, hogy igen, nagyon tudatosan kerüld el a konfliktusokat, ne adj ki magadról nagyon gyorsan túl sok és túl mély és túl intim információkat, hanem tartsd magad a lassú vízpartot most elvéhez, és akkor egyébként ezt a rövid időszakot könnyen átviselheted, és az a bizonyos bimbódzó kapcsolat akár végül hosszú távra is szólhat. Ha pedig
te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon. Nézzük a mérlegek előrejelzését. A mérlegek azt gondolom, hogy nagyon jó pozícióban lesznek márciusban, habár azt azért ne felejtsük el, hogy a februári hónap alkalmanként kicsit megrázogatta az önbizalmadat, meg megkérdőjelezett benned elég sok mindent saját magaddal kapcsolatban, de pont ezek a dolgok azok, amikre talán szükséged volt ahhoz, hogy márciusban úgymondva észhez térj, lásd önnön magadat, hogy igenis jó vagy, igenis alkalmas vagy egy csomó feladatra, igenis megingathatatlan vagy, igenis eltökélt vagy, és hogyha te valamit kitalálsz, akkor ezt meg tudod csinálni, sőt, meg is akarod csinálni. Márciusban adódhatnak olyan napok, amikor nagyon-nagyon tudsz határozott, eltökélt lenni, de vigyázz, mert az ilyen típusú határozottság és eltökéltség mások szemében alkalmanként inkább agresszivitásnak tűnhetnek. Tehát azért vigyázz azzal, hogy milyen szavakat használsz, hogyan cselekszel, ne kapkodj, és ne akarj mindenképpen úgy gondolkodni és dolgozni, hogy a falon lyukat ütsz, és át az ütött lyukon, és azt sem nézed, hogy mi van a túloldalon, hanem szép, lassan, tudatosan haladj előre, és akkor egyszer nem eshet sem neked bajod, sem pedig a környezetet sem gondolhatja majd azt, hogy valami nem kerek veled. Habár nem vagyok híve a struc politikának, de amondó vagyok, hogy lehetnek olyan pillanatok, amikor azt javaslom, hogy nyugodtan dugd a fejedet a homokba, és várd meg, míg elmúlik a szélvihar. Ugyanis, ha annak ellenére is, hogy nagyon könnyen szembenézel a nehezebb helyzetekkel, a bonyolultabb feladatokkal, és egyébként jó döntéseket fogsz tudni hozni márciusban, akkor is adódhatnak olyan pillanatok, amikor tényleg tündökölni szeretnél, tudod, hogy meg tudsz oldani egy feladatot, csak azt felejted el, hogy ez nem biztos, hogy a te feladatod, nem biztos, hogy ezt rád osztották ki, ezt a feladatot, tehát jobban jársz, ha nem szólsz bele mások dolgába, csináld azt, ami a te dolgod, csináld azt, ami a te feladatod, ott mutasd meg, hogy mennyire tudsz jól dolgozni, mennyire tudsz ügyes lenni, összeszedett lenni, és akkor ugye ennek egyébként lesz egy nagyon-nagyon pozitív eredménye. A spontaneitás márciusban okozhat galibákat, tehát legfeljebb olyan helyen mondj azonnal igent vagy nemet valamire, ahol pontosan tudod, hogy ismernek téged, ismerik a te reakcióidat, és tényleg ez nem okozhat valamiféle konfliktust. Ott viszont, ahol nem tudják ki vagy, nem tudják mire vagy képes, nem tudják, hogy miért vagy most ennyire vehemens amennyire, inkább mondd azt, hogy beszéljük át, és akkor gondoljuk át közösen, és mert egyébként igen lenne a válaszom, csak szeretnék még egy-két kérdést föltenni. És ugye ez a kifinomultság, ez nagyon-nagyon sokszor, és nagyon ügyesen meg fog térülni neked. Ami viszont elvitathatatlan, hogy március 20-ával, amikor a nap eléri a kost, szerintem nagyon-nagyon sok-sok-sok lehetőség tárul fel előtted, majdhogy nem zavarba ejtően sok. És igen, ha valamikor, akkor ebben az utolsó néhány napban lehetsz kellően elszánt, eltökélt, egy picit akár vehemens is, és bármilyen nehézség adódjék, azt te simán és gond nélkül megoldod, egyszerűen nem lehet majd olyan élethelyzet munkában, családi kötelékekben, baráti területeken, vagy akár egy szomszédsági viszonyban, ahol te ne tudnál helyt állni. Tényleg március eleje és közepe nem könnyű, de a vége abszolút a te időszakod. Jupiter is nagyon sok támogatást és hátszelet biztosít ahhoz, hogy a pénzügyeket tud rendezni, a pénzügyeket tud tervezni. Ha például hitelt vennél föl, mert ennek most valamiért számodra ideje van, akkor egyébként mindenképpen március 20-a utára időzítsd az ezzel kapcsolatos ügyintézést, vagy magát a szerződéskötést. Legyél okos, legyél elszánt, és a jelentős lépéseket, elköteleződésekkel kapcsolatos döntéseket, szerződéskötéseket március 20-a utánra időzíts. Ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon. Érkezzék a skorpiók előrejelzése.
Skorpióként márciusban szerintem nagyon-nagyon izgágan, mozgékony leszel, ami egyébként egy jó döntés is. Mondjál igent mindenre, minden olyan feladatra, körülményre, élethelyzetre vagy meghívásra, ami valamilyen formában a menetet, a mozgást biztosítja számodra. Március havában érdemes egyébként azon is eltűnődni, hogy hova tudsz messzebbre menni, messzebbre utazni. Ha valaki meghív, és ahhoz mondjuk át kell lépni megye határokat, ne adj Isten ország határokat, akkor azt most nem csak, hogy szabad megtenni, hanem érdemes is, mert nagyon-nagyon sok dologban tudsz fejlődni. Skorpióként a dominanciád nemhogy nem fog csappanni, hanem inkább tovább nő. Azért az egóval óvatosan bánjál, tehát ne akarj semmilyen helyzetnek az ura lenni, vagy esetleg más embereket bármi áron a saját igényeid szerint formálni. Dolgozz együtt másokkal, az együtt dolgozás most márciusban többszörös eredményt hoz. Mindenképpen jó hír lehet számodra az, hogy munkában, anyagiakban fejlődni tudsz, sőt, azt is kimerem mondani, hogy spirituális növekedésre is remek a kilátás, úgyhogy bátran tanulj, bővítsd a szellemi horizontot, fogj a kezedbe egy könyvet, hallgass meg előadásokat, mert most bármi, amit tulajdonképpen tanulás szintjén magadba szippantasz, azt nagyon gyorsan fogod tudni használni a magad javára, vagy éppen a környezeted javára fordítani. Karrier terén egyébként, ugye említettem, hogy mindenképpen valamilyen fejlődési folyamat áll neked, nem feltétlenül kell munkahelyet váltanod, nem feltétlenül kell a főnöknél jelezned azt, hogy és én szeretnék előrébb lépni, más csinálni, feljebb jutni a ranglétrán, mert hogy magától is nagyon szépen alakulnak ezek a folyamatok. És ami még nagyon izgalmas, hogy Szaturnusz által pedig kapsz egy pénzügyi jellegű hátszelet, egy pénzügyi támogatást, hogyha valamilyen többletbevételre van szükséged, akkor azt bátran jelezd a környezetednek, vagy jelezd a főnöködnek, vagy keres másodállást, vagy most már igenis menjél a kölcsönadott pénzeid után, és a szó jó értelmében hajtsd is be azokat, hiszen azok a tieid. Fogadd el azokat a lehetőségeket, amik most tűnnek fel a színen, akkor is, hogyha azok mondjuk egy picivel több időt, vagy energiát igényelnek, vagy esetleg olyan típusú feladatot rónárak rád, amik mondjuk a hétvégédet igénybe veszik, mert meggyőződéssel állítom, hogy a Szaturnusz nemhogy nem gátol semmiben, hanem most abszolút hátszeret biztosít ahhoz, hogy jól működjön a szekered, és jól tudj valamilyen formában kiteljesedni, működni, és adott esetben fejlődni. Minden, amit március havában nagyon alaposan megfontolsz, alaposan körbejársz, jól megtervezel, és ennek a megtervezett folyamatnak szépen a lépéseit megteszed, azt sikerre tudod vinni, és ugye újra elmondom, hogy főleg munka és pénz terén. Ha esetleg vállalkozásod van, akkor nyilván ugyanezek a folyamatok ott le tudnak zajlani. Ha viszont most alapítanál vállalkozást, vagy tényleg tervezed, hogy hát lassan-lassan valamit kellene vállalkozás terén csinálni, akkor egyébként március hava zseniális időszaka ahhoz, hogy leragd azokat az alapvető irányvonalakat, hogy mi mentén akarsz haladni, mit akarsz csinálni, kinek akarod eladni a szolgáltatásodat, vagy a termékedet majd a későbbiekben. Ha tervezel valamiféle utazást, akkor ezt mindenképpen úgy tervezd, hogy kötődjön hozzá nagyon nagy aktivitás, nagyon nagy adott esetben proaktivitás, és mindenképpen az, ami még nagyon fontos, hogyha esetleg költöznél, az pedig a Jupiter és az Uranus együttállása támogatja meg, jól tudsz dönteni, jót tudsz vásárolni, jól tudsz eladni, ha kölcsönre van szükséged, akkor pedig jól tudsz kölcsön kérni pénzt ahhoz, hogy ezeket a típusú költözéssel, ingatannal kapcsolatos vágyaidat beteljesítsd. És az utolsó gondolatom pedig az, hogy valamikor március 20-át követően a meglévő kapcsolatod elmélyíthető, felturbózható, de mindenképpen valamilyen nagyobb élet és lendület vihető bele. Ha nincsen kapcsolatod, akkor most kell teret adni egy új lehetőségének, mert ha olyan skorpió vagy, aki le tudod rakni egy új kapcsolat alapkövét március utolsó harmadában, az biztos, hogy tartósan fog tudni téged kísérni, támogatni, és nyilván ez egy kölcsönös állapotban neked is jót hoz, meg az új partnernek is jót hoz. Ha pedig
te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon. Nézzük a nyilasok előrejelzését. A nyilasok márciusban nagyon-nagyon elkötelezettek és fegyelmezettek tudnak lenni. Szerintem ez egyébként egy nagyon izgalmas lehetőséget kínál arra, hogy minden olyan bonyolult ügy, függő ügy, ami egy ideje kísért, és nem tudtad lerendezni, nem tudtál a végére járni, azt most márciusban tényleg így összeragd, megértsd, hogy miért nem tudtad elrendezni, és most megcsináld, és pipáld ki. Hát hurrá, ez egyébként nagyon jól hangzik. Mindenképpen azt javaslom, hogy dolgozz sokat, de a tőled megszokott munkamániát azt inkább azért kerüld el. Most ezek a típusú túlzások tényleg feleslegesek. Elég, hogyha átlagosan, átlag tempóban, de jól dolgozol és jó minőséget állítasz elő, bármi legyen is a munkával kapcsolatos feladatod. Március havában a Szaturnusz kevésbé támogatja azokat a típusú nagy lépéseket, hogy költözzél, magad mögött hagyjál mindent, egyszer csak azt mondta, hogy jó, akkor ezt most itt befejezem, legyen az bármi. Inkább abban tud neked segíteni, hogy tényleg alaposan átgondold az aktuális helyzetedet, megértsd, hogy mi miért történt az elmúlt időszakban, hetekben, hónapokban, vagy adott esetben években, és akkor legvégső soron el tudsz oda jutni, hogy minden jól működik, mindent át tudtál látni, és ennek megfelelően majd egy sokkal nagyobb lendülettel és tűzzel tudsz majd április havába beugrani. Mindenképpen március 20-áig fogod azt tapasztalni, hogy akármennyire mennél, haladnál, és nyomogatod a lendület meg a sebesség gombját, valahogy minden olyan csökkentett módban működik, minden életterület picit lelassul. De hidd el, hogy ennek pontosan az az oka, hogy ne új dologba kezdj, ne új dolgokat hajszolj, hanem nézd meg azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, miért nem működik, mi az, amit abból le lehet pakolni, vagy mi az, amit esetleg mindenképpen működtetni akarsz, de akkor legalább van most idő és energia arra, hogy abba beletedd azt a figyelmet, hogy annak legyen egy terve, azt fel tud építeni, és annak el tud jutni úgy a végére, hogy legvégső soron ki is tudod majd mondani, hogy oké, értem, hogy ezt miért kellett nekem megcsinálni, és de jó, hogy ezt sikerült megcsinálnom. Simán előfordulhat, hogy például sokkal nehezebben boldogulsz az időd beosztásával, a pénzed beosztásával. Előfordulhat, hogy egy picit többet költekezel, mint amit feltétlenül eredendően terveztél. Ne foglalkozz ezzel. Alkalmanként így is, meg úgy is megtörténik, hogy a saját szabályaiddal mész szembe. Inkább azt vedd figyelembe, hogy nehéz helyzetben ne sodord magadat, ha kell, akkor nyugodtan rúg ki a hámból, néha te is megérdemled. Ha bármilyen oknál fogva utaznod kell, vagy egyszerűen abszolút nem kell, mert nem rád kényszerítik, hanem magadtól szeretnél menni, megesett, hogy többet költesz annál, amit eredetileg terveztél, tehát mindenképpen a pénznek a költése egy kicsit máshogy alakulhat, mint ahogy eredetileg tervezted. De az is igaz, hogy figyelj oda a holmidra, ne hagyd el az értéktárgyaidat, mert most egy elvesztéssel nem önmagában azt veszíted el, hogy a pénzed esetleg ugrik és bosszant, hogy újra kell csináltatni dolgokat. Sokkal inkább probléma lehet az, hogy ugye mi időt és energiát kell beleszánnod ilyen típusú feladatokba. Tulajdonképpen semmi másra nincs szükséged, mint hogy legyél elkötelezett és fegyelmezett, és akkor minden problémától meg tudod magadat óvni, akár egy tárgy elvesztésétől, akár túlköltekezéstől, vagy akár attól is, hogy valakinek olyasmit ígérj, amit egyébként nem feltétlenül tudsz teljesíteni. Egészségügyi téren is adódhat némi kellemetlenség, ami pár napra elveheti a kedvedet, meg ágynak dönthet, de semmiképpen sem olyan formában, hogy ápolásra szorulj és ellehetetlenülj. Mindenképpen inkább azt javaslom, hogy ha most kapsz olyan típusú diagnózist, vagy valamilyen megállapítást, különösen gyomor és emésztéssel összefüggésben, ami első nekifutása nem tűnik kedvezőnek, akkor ne pánikolj, hanem menj utána, és a végén simán kiderülhet, hogy igen, ennek egy kicsit nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Aztán emberi kapcsolatok terén
szerintem túl sok aggodalomra nincs okod, viszont azok a típusú emberi kapcsolataid, amik alapvetően már inognak, megkérdőjelezhetőek, érdemes lenne velük foglalkoznod, átnézned, hogy melyikre van szükséged, és melyik az, amire biztosan nincsen, és az utóbbi esetében érdemes lenne megfontolni a válást, elválást, mert alkalmanként pontosan arra van szükséged, hogy lepakolj egy olyan emberi kapcsolatot, ami már nem ad neked, ami már nem táplál, nem tölt fel, és szerezz egy másikat, ami viszont igen, és ami éltet, felemel, és örömöt hoz neked. Ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon. Nézzük a bakok előrejelzését. Na, ha valakinek nagyon jó időszaka lesz, az a bak. Márciusban szó szerint megcsillogtathatod a tudásodat, azt a tudást is, ami eddig rejtve volt, vagy aminek eddig egyszer nem volt se tere, se ideje, hogy megmutassék. Úgyhogy tedd is meg azt, hogy előveszed és fitoktatod a tudásodat, és jogod is van ehhez, és hidd el, hogy nagyon sokan rá fognak arra csodálkozni, hogy oppá, hogy ez mi mindent tud, hogy ez mennyire ügyes, és nagyon jól is fog esni ez a fajta dicséret. Garantálhatom, hogy nő benned a kreativitás, nagyon sok ötlet fog kipattanni a fejedből, és ha bár lehet, hogy nem feltétlenül lesznek ilyen nagyon-nagyon kimagasló pillanataid, de egységesen és folyamatosan jól tudsz teljesíteni, rendszeresen nagyon jó eredményekkel tudsz előállni, amik valamilyen formában segíthetik a szakmai előmeneteledet, adott esetben akár pénz terén is valamilyen formában gyarapíthatnak, vagy rendezhetsz végre bonyolult családi ügyeket, vagy ha egészségügyi jellegű problémád van bármilyen, akkor most megtalálhatod arra a gyógyírt, a megoldó kulcsot, úgyhogy bátran mutasd meg, hogy micsoda kincsek vannak benned. Igen, március hava az, amikor mindent meg kell tenned azért, hogy a lehető legmagasabbra tudj jutni. Nem baj, hogyha ez a legmagasabb, ugye nem a valódi legmagasabb, hanem a saját lehetőségeidhez képest legmagasabb, de az már mindenképpen magasabban van, mint ahol eredendően voltál. Mindenképpen kiemelt területet fog kapni valamilyen formában a karriered és az egészséged, és ahogy már említettem, én azt javaslom, hogy munkaterén inkább kevesebbet vállalj, de abból a maximumot hozd ki, hogy tényleg azt lehessen mondani, hogy igen, zseniálisat alkotott ez a bak. Alkalmanként jöhet egy-két nagyobb léptékű kihívás, ilyen esetekben egyébként mindenképpen érdemes lenne összefognod másokkal, hogy a maximumot tudjátok közösen kihozni az eredményből, és nem baj, hogyha a sikeren egyébként osztozni kell. Egészségterén egyetlen egy fontos feladatod van, ha és amennyiben a tested bármilyen formában teljesen egyértelműen jelzi azt, hogy itt vagy ott valami nem stimmel, arra azonnal reagálnod kell, nem legyinthetsz és nem mondhatod azt, hogy patópálosan ráérek, majd jövő héten vagy jövő hónapban foglalkozom ezzel a történettel. Feltétlenül szentelj időt az egészségednek és az egészséged karbantartásának. És bakként neked is nagyon fontos tényező a Jupiter és az Uranus együttállása. Ha adódik váratlan kiadásod, akkor a Jupiter segít abban, hogy a lehető legjobban tudd ezt megoldani. Viszont, ami nagyon fontos, hogy ne nyitogasd feleslegesen a pénztárcádat, ne szórd a pénzedet, mert annak most nincs itt a helye és az ideje. Szentelj időt viszont az önfejlesztésnek, szentelj időt a spirituális elfoglaltságoknak, legyen az akár egy egyszerű meditáció, vagy egy hétvégi tanfolyam, vagy egy olyan könyv megvásárlása, amit már nagyon régóta tervezel, de valahogy nem éreztél eddig rá kellő ihletet, na most ez is meg fog érkezni. Alapvetően azt gondolom, hogy a Vénusz emberi kapcsolatok terén nem fog neked keresztbe tenni, viszont a családi, rokoni jellegű kapcsolatok ápolására kifejezetten ajánlott sok időt és energiát szentelni, hiszen ez nem csak az ő érdekük, hanem a tiéd is. Ha pedig
te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon. Jöjjön a vízöntők előrejelzése. Igen, bizony túl vagyunk az év elején, azaz a vízöntők időszakán, de az a jó hírem van, hogy márciusban sem fognak a vízöntők lazsálni, lábat lógatni, sőt, meggyőződésem, hogy a világ megismerésére és új tapasztalatok szerzésére fog vágyni minden egyes vízöntő. Valahogy könnyebben meg fogjuk tudni különböztetni azt, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Valahogy ösztönből nagyon-nagyon határozott vonalat fogunk tudni húzni a lényeges és a lényegtelen közé. Biztos vagyok abban, hogy a vízöntők aktívabbak lesznek, nagyon sokat fognak jönni, menni, adott esetben néhányan utazni, vagy olyan helyeken föltűnni, ahol eddig még sosem jártak. Szerintem a vízöntők számára a márciusi hónap kifejezetten kedvező. Amire viszont nagyobb figyelmet kell fordítani, és ez elkerülhetetlen, az az egészség, és nem azért, mert baj van, hanem inkább egy ilyen általános tendenciában érdemes azzal foglalkozni, hogy általánosságban hogy vagyok. Tehát ha jó ideje mondjuk nem voltál orvosnál, mert igen, nem volt rá ok, és ez rendben is van, akkor is azt javaslom, hogy akkor most legyen ok arra, hogy elmenj egy laborvizsgálatra, vagy elmenj egy fogorvoshoz, mert néha szükség van arra, hogy ők is megnyugtassanak, hogy igen, minden rendben van. A pénzre, a karrierre is érdemes időt és energiát szánni. Szerintem minden olyan probléma vagy nehézség, ami az elmúlt hónapokban valahol azért úgy egy ilyen tüskeként benned maradt, azt most márciusban tudod rendezni, mindenkivel meg tudsz állapodni, akivel volt valamilyen akár összezördülésed, vitád, félreértésed, vagy egyszerűen csak nem találtátok a közös hangot. Pénzzel kapcsolatban bátran költekezhetsz, nyugodtan befektethetsz, vásárolhatsz, eladhatsz, nem érhet bántódás, sőt, azt gondolom, hogy a vízöntők jelentős része valamilyen többlet pénzhez is hozzá tud jutni, vagy minimum fogja ennek a hírét hallani. Azok a vízöntők, akik vágynak karrier terén előmenetelre, feljebb menetelre, esetleg váltásra, mindenképpen jó helyen és jó időben vannak, hozzájuthatnak egy magasabb pozícióhoz, vagy állást változtathatnak, és ezáltal kerülhetnek valamilyen formában feljebb a ranglétrán. Nagyon fontos lesz az, hogy legyél nagyon tudatos, legyen kellő önuralmad, mert azért lesznek olyan pillanatok, amikor valamilyen formában gyors és spontán döntést várnak tőled, és nyomást is helyeznek emiatt rád, de pontosan azt kell tenned, hogy időt kérsz, gondolkodási időt kérsz, elvonulsz 3 percre, 5 percre, 10 percre, vagy egy éjszakára, hogy alszol rá egyet, és válaszolj egy kicsit később minden olyan nagyobb volumenű, nagy jelentőséggel bíró kérdésre, amiről pontosan tudod, hogy nem megoldás egy azonnali elsietett válasz. Sok vízöntő fogja azt tapasztalni, hogy nagyobb felelősséget pakolnak rájuk, nagyobb munkamennyiséget pakolnak rájuk, többet várnak el tőlük. Itt is nagyon fontos az önuralom, és itt is nagyon fontos az, hogy bátran mondjatok nemet azokra a típusú feladatokra, amikről tudjátok, hogy nem fér bele az időtökbe, nincs már ennyi energiátok. De azt azért érdemes tudni, hogy a sors, hogy szokták mondani, pont annyi terhet pakol a vállatokra, amit el tudtok cipelni, és ha van bennetek egy kellő összpontosítás, ha tudtok nagyon türelmesek lenni a saját környezetetekkel és a környezetek általi hatalmas elvárásokkal, akkor egyébként vállaljátok föl az összes létező feladatot, csináljátok meg akár túlórában, hétvégén, vagy adott esetben a fejetek tetejére állva, mert amit most megmutattok magatokból, az nagyon-nagyon sokszor, sokféleképpen fog megtérülni a későbbiekben, és néha szükség van igenis arra, hogy fitoktassátok az erőtöket és a tudásotokat.
ha pedig te magad is tanulnál, akkor ezt nálam is megteheted. Áprilisban lesz cigánykártya és taróképzésem két hétvégén, részletek a www.reggeli.hu webáruházban. Ha pedig személyes konzultációra szeretnél jönni, vagy online-ra, akkor megtalálsz a +36 73 11 61 25-ös számon.